Adoni áttörés 80. évfordulójára emlékeztek a Hősök kertjében. A szovjetek 1943. január 12-én Voronyes térségében indítottak támadást a 207 ezer fős második magyar hadsereg ellen. Az ütközetben a haderő több mint 100 ezres veszteséget szenvedett. Olyan csapás érte a katonákat, amely a későbbi nemzedékre is hatással volt, fogalmazott Zalaegerszeg polgármestere. A Zalai megyeszékhelyen Csenteric Csaba kezdeményezésére közel egy évtizede róják le kegyeletüket a Doni katasztrófa áldozatai előtt. Az ütközetben a zalai zászlóa is részt vett. Az alakulatot Závodszky István vezetésével 1942 tavaszán vezényelték a keleti frontra. A mai napig is hálával és köszönettel tartozunk neki, hiszen a január 12-i áttörés után igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a katonáit a legkisebb vérveszteséggel hozza haza. Ez jó rész sikerült is, és a zalaegerszegiek között viszonylag kevés volt a halottaknak a száma, többek között a nagypapám Balaic Vendel is így térhetett haza. A történelmi példa arra int, hogy a háború értelmetlen. A világban a legfontosabb a béke, amit meg kell őrizni. Amikor áltatlan emberek, vagy ne adj Isten, családtagok, nők és gyermekek halnak meg, az a legszörnyűbb dolog a világon. A másik figyelmeztetés pedig az, hogy soha nem szabad magyar katonáknak és magyar honvédeknek idegen érdekek érdekében harcolni, márpedig a Donnál semmi keresnivalója nem volt a második magyar hadseregnek, éppen ezért a történelem arra utasít bennünket, hogy tanuljunk a múlt hibáiból. Jári Gusztáv vezérezredes 1943. március 12-én kiadott parancsából, valamint Vitéz Bányai József magyar királyi szakaszvezető édesanyjához írt leveléből Háhorváth Gyula olvasott fel részleteket. Az egybegyűltek mécseseket és gyertyákat gyújtottak az áldozatok emlékére.